estét kívánok! Meglehetősen jól kezdődött az esztendő, a 2018-as esztendő a magyar tenisz számára, hiszen az ausztrál nyílt nemzeti teniszbajnokságon óriási sikert ért el Fucsovics Marci és Babos Timi is. Utóbbi ugye még versenyben van, és lehet, hogy akár két döntőt is játszik. A Bajnokok Városa mai adásában erről, és természetesen a Kiskút Teniszklub sikereiről is beszélgetünk az egyesület edzőivel, korábbi top 50-es páros játékossal, Marosi Katalinnal. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát Fucsovics Marci ugye Federer ellen is játszhatott, és egészen a harmadik fordulóig menetelt Melbourneben. Babos Timi pedig párosban döntőzik, illetve vegyes párosban a döntőért játszik egy napon. Téged hogyan érintettek ezek a sikerek, és egyébként melyik kölyük szereplése lepett meg jobban, Marcié vagy Timi? Megmondom őszintén, inkább a Marcié. Úgy gondolom, hogy a tavalyi év, pont egy ilyen évzáró műsorban vettünk részt, és azt mind latolgattuk, hogy milyen fantasztikus év volt a 2017, hogy talán a magyar tenisz számára az egyik legjobb év, eddigi legjobb év. És hát ilyen kezdése valóban, szóval valószínűleg, hogyha ez így folytatódik, akkor megtetőzzük azt a tavalyi évet, mert én nekem van egy olyan érzésem, hogy az eddigi, a sok döntő után, és ugye a világbajnoki győzelem után én úgy érzem, hogy a Timiék most meg fogják nyerni, és meg fogja nyerni az első Grand Slam tornáját, ami hát fantasztikus, bravát, óriási siker a magyar tenisz számára. És az, hogy a Fucsovics Marci, szóval ő ugye a tavalyi éve nagyon-nagyon jól sikerült. Gyakorlatilag amióta úgy gondolom, hogy nagyjából pont oda tehető az amikortól elkezdett nagyon jól játszani, és nagyon, nagyon jó skalpokat begyűjteni, amikor a Sávolt Attilával elkezdett együtt dolgozni. És hát azóta stabilan, kiegyensúlyozottan ott van tényleg az élmezőnyben, a nagy versenyeken is, és ez a Federer elleni játéka, ez abszolút megmutatta, hogy igenis ott a helye. Gondoltad volna Fucsovicsról, hogy abból a mélységből, amiben ő volt bizonyos tekintetben, ennyire fel tud kapaszkodni? Az adottságai, tehetsége az megvolt hozzá, az egyértelmű volt. Szóval volt egy pár év, amikor kicsit elbizonytalanodott, meg nem nagyon találta szerintem ő magát, hogy most mit szeretne, meg miért csinálja, meg hogy csinálja, de utána nagyon úgy néz ki, hogy nagyon magára talált, és hát most bebizonyosodik. Szóval tényleg az, hogy ő junior Wimbledont nyert, az nem véletlen. Szóval az mutatja azt, hogy a tehetség és az adottság ott van. Szóval neki fejbe kellett megérni a feladathoz, és megérni ahhoz, hogy igen, oké, megvan az adottság, megvan a tehetség, és emellé, hogyha tényleg egy kitartó, szorgalmas munkát hozzátesz, akkor milyen sikereket érhet el. Ugye Babos Timi most már Krisztina Mladenovicsal menetel, és hát reményeink szerint be is húzza az idei év első Grand Slamén a győzelmet párosban. Ugyanakkor viszont a világbajnoki címet ugye Hlavácskovával szerezte, és akkor azt lehetett legalábbis utólag hallani, hogy ott azért közöttük nem volt minden rendben, voltak bizonyos feszültségek közöttük. Pedig azt gondolná az ember, hogy egy páros aztán akkor működik igazán, hogyha abszolút minden a helyén van. Igen, neked erről milyen tapasztalataid vannak, és hát hogy is van ez az ellentmondás? Hát abszolút. Én csak olyan játékossal tudtam hosszú távon jól játszani, akivel amúgy emberileg is nagyon jó kapcsolatom volt. Nem vagyunk egyformák, és úgy gondolom, hogy talán itt ezen a hosszú távon van a kulcskérdés, mert lehet, hogy egy szezont, sőt nem is egy egész szezont, mert nem év elejétől kezdtek elők együtt játszani, hanem valamikor év közepén álltak össze. Elég volt, valószínű, hogy játékban nagyon szépen kiegészítették egymást, a pályán megértették egymást, de valóban érdekes volt úgy számomra is, hogy ugye úgy zárta a Timi az évet, hogy igen, hát nem vagyunk a legjobb barátnők, meg nem is voltunk soha, de hát ez így alakult, azért nyilván úgy gondolom, egy közös siker valamilyen szinten azért emberileg is összehoz két ember, szóval nem hiszem azt, hogy haragba váltak volna el, ez biztos, hogy nem, de az viszont egyértelmű, szóval kisgyerekkoruk óta a Krisztinával nagyon jó a barátság közöttük. Szóval azt most néztem is egy a nyilatkozatukat az elődöntő után, hogy ez úgy mindkettőjük nyilatkozatában úgy nagyon kiemelkedő volt, és úgy fontosnak tartották megemlíteni, hogy,
hogy emberileg is, hogy mennyire kedvelik egymást, és mennyire közel állnak egymáshoz. És úgy gondolom, hogy az, hogy most volt egy kis szünet, ugye nem játszottak egymással egy ideig, a Mladenovicsnak nem sikerült annyira jól a tavalyi éve sem egyénibe, sem párosban, és most itt az Ausztrál Openen is ugye elég korán elbúcsúzott egyénibe, úgyhogy minden energiájukat mindketten a párosra fordíthatták, és szerintem fel fogják most tenni a pontot az íjra, úgyhogy szerintem meg lesz a Timinek az első Grand Slam győzelme. És neked ki volt pályafutásod során a partner párosban, a nagybetűs? Hát akivel a legnagyobb sikereket értük el, az a Dária Jurák volt, egy horvát lány, ővele győztük le úgymond a legjobb párokat is, meg vele értem el igazából a legjobb rangsoromat is. Az kicsit idő előtt abba maradt sajnos, mert amikor úgy nagyon kezdett beindulni, ott sajnos adódott egy konfliktus közöttünk, amivel sajnos ez az együttműködés meg is szakadt. Azt elárulod, hogy mi volt, miből a játékkal kapcsolat, vagy egészen más? Egészen más, igen. Igen, egy megállapodásunk volt egymással, egy edzővel kapcsolatban, akire egyébként ő beszélt rá hónapok alatt, lefolyása alatt, mert az ő korábbi edzője volt, akivel egyébként amúgy is együtt dolgozott, és rábeszélt, hogy akkor dolgozzunk együtt, és én valóban láttam azt, hogy ő neki nagyon jót tesz. És én nem tartottam azért, főleg úgy, hogy kezdtünk tényleg egyre előrébb kerülni, és egyre inkább a nagyon elithez tartozni, és úgy gondoltam, hogy igenis el kell az, hogy legyen mellettünk egy edző, aki kicsit kívülről is látja a dolgokat. És hát ez az együttműködés el is kezdődött, és hát nagyon nagy siker ez az első két verseny, amin ő ugye ott volt és segített bennünket, az egyik az egy stuttgarti elődöntő volt, és utána Estorilba pedig döntőt játszottunk, ez két elég rangos WTA torna. És hát ott történt benne egy törés, mert ez az edző korábban az ő párja is volt az életben. És hát apróság meg butaság, a srác el szerette volna hozni az ő aktuális barátnőjét a versenyre. Úgy volt, hogy ugye megyünk Madridba, az ugye az év, az a Grand Slam-ek után a legrangosabb torna, amiből ugye szintén négy van az évben. És hát ezt ő nem tudta elfogadni. Ott borult a Billy, ott anélkül, hogy velem bármit is beszélt volna, azt mondta, hogy nem, hát ezt így nem, úgyhogy felejtsük el. Nem is az, hogy felejtsük el, hanem ő elkönyvelte, és azt mondta, hogy kész, ennyi. És mert én megmertem neki említeni azt, hogy azért ezt megbeszélhetted volna velem, mert mi kötöttünk egy megállapodást, ez most oké, ezt én emberileg elfogadom, megértem minden, de úgy gondolom, hogy viszont a teniszünknek meg nagyon-nagyon jót tett az, hogy ő ott volt. És csak ez ebből az apróságból, ilyen kis neheztelésből kiborított mindazt, hogy jó, akkor nincs mit keressünk egymással ezek után. Hát és sajnos így is véget tud érni egy páros karrier. Minden esetre ugye párosban a 33. helyig jutottál fel, ami azt gondolom, hogy egy kiváló eredmény. Mesélj a párosozás savaborsáról. Hogy a meccs közben ott milyen mentális és fizikális meccsek játszódnak le a párosok tagjaiban, hogyan tudják egymást segíteni, erőt, energiát adni egymásnak? Ugye a párosnak az előnye az egyénihez képest az, hogy ketten vagyunk a pályán. Ugye egy egyéni meccsen sokszor 2-3 órát ott vagy egymagadba kell megküzd minden nehézséggel, egymagadba kell kitalált, hogy na most akkor milyen taktikát válasszak, mit csináljak, hogy csináljam. És ez szerintem, szóval számomra ez egy óriási előny volt, hogy igenis, és ez már bebizonyosodott már ilyen nagyon korán, 12-13 éves koromban is már nagyon hát sikeresebb voltam párosban, mint egyéniben. Tehát nekem úgymond egy kicsit inkább csapatember vagyok, mint ugye egyéni, és ez a párosban ugye megadatott, úgyhogy általában úgy gondolom, hogy minden egyes párosban van egy úgymond vezér, egy vezéregyéniség, aki általában megmondja azt, hogy akkor hogy legyen, mint legyen, aki kitalálja a stratégiát, vagy akár közösen megbeszéljük mondjuk meccs előtt a stratégiát, de pillanatnyi helyzetekben általában egy valaki az, aki mondja, hogy na most hova szervál, most mit csinálsz, a ritka az, hogy ez közös legyen.
ez általában kialakul, anélkül, hogy erőltetni kéne, általában kialakul, hogy akkor ki az, aki inkább hidegebb fejű tud lenni azokban a helyzetekben, és eldönteni, hogy akkor mi legyen. És te melyik voltál? Én az voltam, igen, én voltam az, aki így irányította a helyzeteket, viszont voltak pillanatok, amikor, szóval ugyanakkor meg, amikor esetleg volt olyan pillanat, hogy egy nagyon-nagyon fontos pont, akkor tudtam azt, és azt nyilván azt meg is beszéltük, meg ezt a várostársam is tudta, hogy mikor van az, hogy igenis nyugodtan rábízhatom, hogy nem kell nekem fölvállalni, hanem én nyugodtan eldönthetem, hogy oké, most te menj. És abból nem lenne vita, hogyha esetleg ő elhibázza, akkor bárki bármi, hogy egymás szemére állnak bármit is, mert ilyen hál' Istennek nem nagyon volt senkivel, mert azért sikerült hál' Istennek olyan partnerokkal játszanom, akikkel azért megvolt az együtt értés, megértés. Ugye például az olasz Garbinnal 2000-ben a harmadik fordulóig jutottatok Melbourne-ben. Az mennyire szép emlék és ilyen? Az nagyon kellemes emlék volt, igen, és az ugye elég korai időszakban volt a pályafutásomnak. Igen, vele is nagyon jól megtaláltuk a hangot, és nagyon jól kiegészítettük egymást. Akkor az én alapvonal játékom az volt az, ami inkább stabilabb volt. A hálónál még annyira nem éreztem kényelmesen magam, ő viszont nagyon-nagyon jó volt a hálónál, és így ebben a formában nagyon jól kiegészítettük egymást. Azt mennyire érzi egy teniszező, amikor például belép a top 100-ba, hogy sikerült átszakítani a magában valami gátat mentálisan, vagy fizikálisan. Nálad ez hogy volt? Nyilván, amikor belép valaki a top 100-ba, akkor elkezdenek róla beszélni, talán elkezdenek tőle tartani, akkor bizonyítania kell, meg kell tartania, meg kell védeni a pontokat. Igen, ez egyénibe emlékszem erre, mert párosban talán kevésbé hangsúlyos, meg igazából én párosban abban az időszakban kezdtem el jobban játszani, amikor már emberileg sokkal érettebb voltam. Szóval ott így mentálisan, érzelmileg kevésbé hatottak ezek a dolgok. De egyéniben emlékszem arra, hogy egy picit váratlanul ért, amikor ugyan 100-ban nem voltam, mert 101 volt a legjobb egyéni rangsorom, de hát azzal áll Istennek, ugye minden Grand Slam-en főtáblás lehettem. És hát ott volt egy fél év, hogy azok után, miután elértem ezt a rangsort, akkor fél évig szinte meccset nem nyertem. Szóval az egy kicsit ilyen sokként hatott, úgymond, mert lehet, hogy nem számítottam arra, hogy már akkor azonnal oda kerülök. És hát ez a fél év az azért sok volt. Szóval sok volt ott azért, az ugye jött ez, hogy az elvárások, a nyomás, hú, most már itt vagyok, most már itt is kell maradnom, akkor meg kell mutatnom, hogy itt a helyem. Szóval ott nem, az önbizalmam nem volt még elég ahhoz, hogy én stabilan ott is tudjak maradni abban a pillanatban. A magyar tenisz sikere az hogyan csapódik le, vagy csapódott le a Kiskut Teniszklubnál az elmúlt évben mondjuk? Több gyerek jött? Úgy gondolom, hogy ez az egész kezdeményezés, ami elindult már attól a pillanattól kezdve, ahogy kézbe lett véve ez a klub, onnantól kezdve nagyon szép irányba mentek el a dolgok. Az iskolatenisz program révén ugye, hát most idén 1300 gyerek jár oda teniszezni heti szinten, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy hatalmas létszám, ami talán világszínvonalú, mert én nem tudok más országról, így ismerek nagyon sok mindenkit, ugye külföldről több játékost, volt játékost, és ekkora létszámú ilyen iskola keretén belüli teniszeztetésről nem hallottam még. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy dolog. Emellett meg ugye már az első évben, már a klubnak az első évében Superliga győztes csapatot tudhatott magának a klub, ami meg egy olyan dolog, hogy főleg azok után, hogy azt hiszem 10 éven keresztül uralt az MTK ezt a posztot, és nekünk sikerült ezt elvenni tőlük, és Superliga győztesnek lenni. Emellett már az első évben egy nemzetközi női profi tenisztornát rendezett a klub, úgyhogy
Szerintem ezek ilyen nagyon jó kiindulási pontok, mert nem nagyon tudnék egy másik ilyen klubot mondani, akik így kezdésből már tényleg ekkora lépéseket mertek bevállalni, és úgymond sikerrel. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdés, van egy ágazat, ami most már tényleg elindult, és nagyon szépen virágzik. Ez a, ugye főleg az amatőr ágazat, a társas tenisz, a családi tenisz, a klubtenisz, ami általában a fenntartója úgymond egy klubnak. Amit emellett úgy gondolom, hogy ki kell majd szépen építeni, az a versenytenisz. Szóval ez az, ami hiányzik, ami régen megvolt Fehérváron, de most ugye nem csak Fehérvár szinten, hanem az országos szinten eltűnt. Szóval országos szinten kellene ezt szépen tényleg a gyökerektől felépíteni. A női szuperliga győztes csapatnak mi volt a titka? És mennyire lehet egyben tartani ezt a társaságot hosszú távon? Ez nagyon érdekes volt, mert igazából még közös edzésünk se volt a meccsek előtt, talán egy a kezdés napja előtt akkor, de ott se az volt, hogy mindenki ott volt, egy-két embernek még akkor se sikerült ott lenni, mert esetleg versenyen volt, de egy nagyon-nagyon jó hangulatú csapat jött össze, tényleg egy olyan egységes brigád, ahol nem lógott ki senki a sorból, szóval nagyon, nagyon azonos beállítottságú, azonos mentalitású, mindenki ugyanolyan fontosnak tartotta a célt, magát azt a célt, mert az egyértelmű volt, hogy az a célunk, hogy ugye megnyerjük a szuperligát. Ez mindenki számára nagyon tiszta volt, és mindenki tényleg nagyon szépen helyt is állt, és ezt a pályán meg is mutatta, és be is bizonyította, hogy ezt akarja, és ezt magáért, meg a csapatért. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez volt a titka. Ki az, vagy kik azok, akik most már hazai szinten ott vannak az élvonalban, akár ranglista jelzést, akár más eredményeket, vagy erényeket tekintve. A csapatunkból? Így van, összességében a klubból, igen. Hát ugye az első játékosunk az egy idegen légiós volt, a Mihaela Buznarescu, akivel én korábban nagyon sok csapatbajnokit játszottam külföldön, Németországban főleg, meg nagyon régóta ismerem őt, úgyhogy én csalogattam el, hogy jöjjön és erősítse a csapatunkat. Hát őnek a csapatbajnokság után nagyon beindult a szekér. Ő ugye akkor, amikor itt játszott nekünk, akkor 200 körül volt a világranglistán, ami ugyan egy sérülésből visszatért rangsor volt, mert azt hiszem, hogy fél évet is kihagyott térdműtét miatt. De úgy jött már ide a bajnokságra, hogy három versenyt nyert zsinórba hétről hétre, ez a kicsit fáradt is volt szegény, de attól függetlenül ön szépen helyt állt. És onnantól kezdve, akkor ugye 200 volt a világranglistán, most 70-en belül van a világranglistán. Szóval a US Open-en ott már fölkvalizta magát, és az Ausztrál Open-en pedig már alanyi jogon főtáblás volt, már 100-on belül volt a világranglistán, és most az Ausztrál Open előversenyén is nagyon jó szerepel, döntőt játszott az egyik előversenyen, és hát szerencsétlen volt a sorsolása, mert a Wozniackitól kapott ki első kanyarba, úgyhogy hozzásorsolták, de hát tényleg élete sikereit éri el, mert nem is közel, azt hiszem, hogy 30 éves, és hát soha nem volt ilyen előkelő helyen. Na, őt nem tudjuk, hogy ő fogja erősíteni idén a csapatunkat, mert így, hogy ilyen rangsorra rendelkezik, lehet, hogy nem fog beleférni a versenynaptárába, hogy eljöjjön hozzánk. Ami pedig a magyar lányokat illeti, hát úgy gondolom, hogy az Udvardi Panna és a Bondár Anna, bár a Bondár Anna tavaly még nem volt a csapatunk tagja, de azt hiszem, hogy idén viszont a csapatunk tagja lesz, ez még nem 100%, de azt hiszem, hogy igen. Hát ők ketten azok, akikben én sokat látok. Úgy gondolom, hogy ha még egyelőre nem is jött ki, ugye az Annának volt egy komoly térműtétje, ami miatt egy egész évet ki kellett, hogy hagyjon. De a magyar versenyek azért sokat segítettek, mert ott mind a ketten, ott a Panna is, meg az Anna is elég sok pontot tudtak összegyűjteni. Azt tudom, hogy a Pannának az Ausztrál Open selejtező volt a cél, szóval innen a csapatbajnokságról ment még spanyol versenyeket játszani,
Ez ugyan nem jött össze neki, de úgy gondolom, hogy ami késik, nem múlik, szóval megvan benne abszolút a potenciál, hogy ott lehessen. Fürkészve a fiatalabb hölgyek hazai ranglistáját, a 20 éves korcsoportban 20. helyen Juhász Lilla, illetőleg 14 éveseknél 33. helyen Udvardi Luca. Igen. Igen, hát a Luca ő játszott ugyan, nagyon szerves része volt a csapatnak tavaly is, mert egyénit is játszott, meg kétszer is, azt hiszem, két párost is játszott, és mind a három meccset sikerült megnyernie, úgyhogy őróla szerintem fogunk még hallani a jövőbe, ugyan nagyon fiatal még, de nagyon lelkes, és nagyon szeret edzeni, és imádja a teniszt, és tényleg örömöt látni a teniszpályán. Mert ragyog, amikor ütő van a kezébe, és látja a labdát, és ütheti. Úgyhogy, ha ez így folytatódik, akkor ő szerintem egy szép karriert fog befutni. És hát a Lilláról hát azt kell tudni, hogy ő azért viszonylag későn kezdett el úgymond komolyabban dolgozni. Megvoltak a célok, ügyes volt, tehetséges volt, de szintén nem sikerült neki időben olyan munkába részt vennie, amivel most a korosztályához képest ugye ott lehetne a legeslegjobbak között, abszolút élvonalban. Viszont az ő célja egyelőre nem is az, hogy nemzetközi versenyző legyen, hanem ő először szeretne egy amerikai ösztöndíjat, és akkor amiután elvégzi az egyetemet, akkor esetleg utána megpróbálni egy profi karrierbe futni. És neked mik a személyes céljaid Fehérváron a Kiskút Tenisz Klubnál? A vágyaid, hát igen, terveid. Én ugye most fejeztem be a pszichológiai egyetemet, amit egy amerikai egyetemen végeztem el, és szóval az én érdeklődésem abszolút ebbe az irányba megy el. Szóval úgy hosszú távon én ebbe képzelem el magam, hogy a versenyzők és sportolók mentális képzésével foglalkozzak. Viszont ugyanakkor nagyon szívemen viselem a magyar tenisz utánpótlás sorsát, és úgy gondolom, hogy itt Fehérváron az én feladatom lesz az, hogy ezt megpróbáljam kiépíteni. Mert jelen pillanatban, ahogy én érzem és látom a dolgokat, ha én nem teszem meg, nem fogja más megtenni. Úgyhogy, és azt viszont nagyon sajnálnám, mert így, hogy tényleg van egy ilyen lehetőség, hogy épül egy ilyen fantasztikus klub, ahol ha elkészül ez az 5 pályás csarnok, már pedig elfog, csak az a kérdés, hogy mikor, akkor ez egy fantasztikus bázis lesz, nem csak komolyabb versenyek megrendezésére, hanem úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon komoly utánpótlás neveléshez is. És hát ez nyilván hozzájárulnak azok a versenyek, amelyek gyakorlatilag szállító szalagon kerülnek majd megrendezésre itt a Kiskút Teniszklubban, itt a Alba Régió kupát is említettem például konkrétan ezen a hétvégén. Hát mindehhez sok sikert kívánok neked, nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lettem. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük meg tisztelő figyelmüket, ez volt a Bajnokok Városa mára. Viszontlátásra.